azt hiszem kijelenthetem, hogy nem vagyok igazán olasz kerékpárfan. Mostanában ezek a túlcsicsázott, túlcsillámozott, túlhajlítgatott bringáik nem hoznak igazából lázba, de van minden évben egy stand, ahová kötelező bejönnöm. Ez pedig nem más, mint a Basszó. Egyszerűen az a szín és formavilág, amit ők csinálnak, az nagyon-nagyon közel áll hozzám. De a sok duma helyett inkább nézzük a bringákat. Elég megnézni a gravel bike-ékat, amik Palta névre hallgatnak. Ez a lila árnyalat, ez a részszínű, ez a kék átmenetes lila, tehát borzalmasan jól néznek ki, és szerintem komoly trendet teremtenek ezekkel a színekkel. De a klasszikus országútiaik is. Nincsen benne semmi csicsa, nincs agyonvarjálva a festés, egyszerűen olyan színárnyalatok, akár selyemfényűbe, akár fényesbe, amitől az embernek le sem marad az álla. Manapság szinte mindenhol a mat festések mennek, de ők ezt megspékelték ezzel a selyemfénnyel, amit igazából nem látok nagyon más gyártóknál, és arra is képesek, hogy fényes lakkozott festésből olyat csináljanak, amit máshol nem nagyon látsz. Nyilván a mai karbon űrhajók között ez már kicsit ódivatúnak tűnik, de aki régen kezdte a bringázást, annak a szívét biztosan megdobogtatja. Azért a sok elektromos kerékpár és modernkori kütyű között bele lehet futni olyan szépségekbe, mint például ez a Lightspeed T1-esel. Önmagában a Lightspeed titán vázai szerintem non plus ultrát jelentenek azoknak, akik még a klasszikus országúti bringákhoz vonzódnak. Persze nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy csak a vászett ára nagyjából 6-7 ezer dollárba kerül, amit meg itt látunk a videón, az meg nagyságrendileg egy ilyen 12-13 ezer dollár környéke. A Kane Creek ezen a bringán mutatta be az új L-Reel fékrendszerét, ami jól látható még nem tárcsafékes, hanem a klasszikus vonalat kedvelőknek készül. És persze nem csak az eloxált White Industries hajtókarhoz néz ki baromira jól, hanem illeszkedik hozzá az Industry Nike Carbon kerékkészlet is. Kicsit kilóg a sorból a kék kormánycsapály, de ennyit talán megbocsájtanék neki. Érdekes a bovdenezése is, hiszen ezen még ezek a klasszikus Nokon bovden házak vannak, ami nem csak méregdrága, hanem régen például tök nehezen volt beszerezhető, nyilván ma már bármelyik webshopból meg tudod rendelni, de aki annak idején kezdte a bringázást mondjuk így a 90-es években, az biztos, hogy szeretni fog egy ilyen bringát. Nem is tudom, hogy mondjam. A magyar fórumok és forgalmazók és hozzászólók és kommentelők egy nagyon érdekes állatfajta. Sokan úgy gondolják, hogy én valami fajta hadjáratot folytatok az olasz kerékpárok ellen, főleg az olasz országúti kerékpárok ellen. Ez ugye alapjában véve egy jó nagy baromság, hiszen én mindenféle bringát szeretek. Az más tészta, hogy személyesen nekem mik a kedvenceim és mik azok, amik tetszenek. Azt hiszem, hogy szerintem hitelesebb attól az ember, hogyha kimondja, mi az, ami tetszik neki és mi az, ami nem tetszik neki, mint hogyha jól pofát vág mindenhez, miközben tök más a véleménye róla. Ettől függetlenül én nem folytatok semmilyen hadjáratot az olasz kerékpárok ellen, sőt, most is itt vagyok például a Willy standon, két ok miatt is. Az egyik ok az, hogy minden évben megnézem őket, hiszen ma egy csomó baromi jó bringájuk, másrészt idén Eurobike díjat kapott a Cento 10 hybrid bringájuk. Mindössze 10,2 kilót nyom a karbon országúti, amiben benne van az a hátsó agymotor, amit a Mahle gyárt nekik, tehát itt ismét visszatérnék az autóipari beszállítókra. Ebben a bringában 1340 g-ot nyom a váz, 390 g-ot a villa, és 390 g-ot a kormány, ami egybe van építve a kormányszárral. Nyilván mindegyik karbonból készül. A fordul részes bringa 11200 euróba kerül, ami nem kevés, de azt hiszem lassan kezdjük megszokni azt, hogy a csúcsmodelleket, azokat ilyen 11000 euró környékében kell keresgélni. Természetesen a Willier is beszállt ebbe a gravel e-bike témába, a Genna hibriddel, mert ugye a Genna az a hagyományos gravel bringájuk, a Genna hibrid pedig az elektromos rásegítéssel ellátott gravel bringájuk. Ebben is ugyanaz a hátsó Mahle agymotor van, és az alsóvász csőbe elrejtett akkumulátor. Szerintem brutálisan jól néznek ki, és tényleg ezeken is már egyáltalán nem látszik az, hogy ezek e-bike-ok lennének. Érdekes, hogy pont a Basszónál istenítettem ezt a mat selyemfényű fényezést, hogy mennyire jól néznek ki, és erre a Villiers standján is itt van a Zero SLR ebben a színben, ami szintén döbbenetesen ütősen néz ki élőve, szerintem a videó soha nem fogja ezt visszaadni, főleg amilyen fények vannak itt a kiállításon. Ennél a bringánál baromira eltalálták ezt a sötét arany színárnyalatot, pedig volt már nekik próbálkozásuk ezzel a korábban is,
ezzel a világos részszínű festéssel, ami szintén nagyon jól nézett ki, és most itt van egymás mellett két gép, a Cento 10 Pro és a Cento 10 NDR, és ebből a Cento 10 NDR-en sokkal jobban néz ki ez a részszínű festés, mert nem annyira hangsúlyos, mint a Cento 10 Pro-n, hanem több rajta a fekete, és csak középen ilyen díszítő elemként szerepel. Egyébként maga az NDR, az hátul egy ilyen szoftver rugózáshoz hasonló ilyen elasztomerrel ellátott bringa, ami kifejezetten a rossz utakra való, tehát sokkal jobban elnyeli az ütéseket, mint például a Cento 10 Pro, amiben ez nincsen benne. És akkor remélem ezzel le is lehet zárni ezt az egész hülye olasz bringás ellenességemet, és akkor inkább próbáljunk meg előre haladni. És ha már szóba került a GRX set, illetve a gravel bringák, a Shimano-nak ugye van egy házi márkája, a Pro, ami egy az egyben a Shimano tulajdonát képezi, és alapvetően kiegészítőket, tehát kormányokat, nyerekcsöveket, táskákat, szerszámokat, ilyeneket tartalmaz. Nyilván kijöttek egy gravel bringákhoz dedikáltan használható szettel, olyan kormánnyal, amiben be tudod vezetni a DI2-nak is a vezetékét, ami ergonómiában illeszkedik a mai gravel bike trendekhez, és kijöttek egy táskaszettel is, amit tök szívesen kipróbálnék. Nagyon ötletesnek tűnik, úgy néz ki, hogy jól átgondolták a tervezését, ami nyilván hát ugye a Shimano-ról beszélünk. Eddig az Oatly-ben és egy-két gyártón kívül nem nagyon voltak abban az álszegmensben gravel bike táskák, ami mondjuk úgy, hogy hazánkban megfizethető kategóriát képviselné, talán ez a Pro most megtörje ezt a gátat.